Már a felkészülés harmadik hetében jár a nyírbátori csapat. Az előző idény végén az volt az elképzelés, hogy ha a korábbi játékosok maradnak, akkor esetleg egy rutinos kézilabdázó csatlakozhat a kerethez. Végül fiatalok kerültek fel a felnőttekhez, akikkel együtt az első két hétben heti négyszer edzettek. Ettől a héttől már csak 3 tréninget tart Falcsik Miklós, viszont 5 felkészülési meccs is szerepel a programban. A szakágvezető szerint a legnagyobb erősítés az, hogy együtt maradt a csapat. Úgy terveztük, hogy apró módosítással egybe tartani ezt a keretet, de aztán végül is úgy erősödtünk a legtöbbet, hogy mindenki maradt a tavalyi, illetve a tavaly előtti keretből. Úgy látszik, szeretnek Nyírbátorban kézilabdázni ezek a fiúk, és a meglévő keret mellé kitűzött célunk, hogy egyre több saját nevelésű fiatalt építsünk be, akik a felkészülés során, ami augusztus 1-ével kezdődött, be is kapcsolódtak a munkába. Egy helyi kötődésű fiatalt igazoltunk vissza Nyíregyházáról, a Weibli Zoltánt, aki alapvetően az Aranysárkányból került be Nyíregyházára, és most visszakerült hozzánk. Nagyon ügyes, szorgalmas játékos, de említhetném a fiatalok közül Beregi Márkot, említhetném Kolozsvári Kristófot, és a többiek is mind szorgalmasan dolgoznak. A Kézilabda Szövetség átszervezte a harmadosztályú bajnokságot. Az eddigi 6-12 csapatos csoport helyett 8-8 csapatos csoportot alakítottak ki. A Nyírbátor a D-csoportba kapott besorolást, a Hajdúszoboszló, a Balmazújváros, a Deac 2, a Hajdúböszörmény, a Hajdúnánás, a Kisvárda és a Tiszavasvári társaságában. Az alapszakaszt követően az első 4 helyezett, a C-csoport első 4 csapatával játszik oda-vissza. Nyírbátorban a minimális cél az alapszakaszban a legjobb 4 közé kerülés, a bajnokság végén pedig szeretne a dobogón vagy annak közelében végezni az előző idény bronzérmese. Minden csapat izmosodott, tehát mi mondtam, hogy attól izmosodtunk, hogy egyben maradtunk, és egy összeszokott társaság van már itt, ami rendelkezésünkre áll. Mindenki izmosodik, ugye a Zuhany híradóból értesülünk, innen, onnan, amonnan, ki, hova igazolt, és még az alapszakasz sem lesz olyan egyszerű, mert erősödött, nagyot erősödött, most csak, hogy két nevet mondjak, a Hajdúszoboszló Páncél Zolival, illetve Szűcs Balázzsal, nem kell bemutatni egyik játékos sem. Erősödött a Hajdúnánás, nem tudjuk, hogy Tiszavasvári Szike mennyire fogja, de garancia rá az edzőjük, hogy összekapja őket. Tehát már az alapszakasz nehéz lesz, és a rájátszásban pedig igazán élvezetes meccsekre számítok, és magas színvonalú mérkőzésekre. A Nyírbátor szeptember 10-én hazai környezetben a Hajdúszoboszló ellen kezdi a bajnokságot.